Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk, folytatjuk a haladó C++ órákat. És elkezdjük végre a fő témát, ami az absztrakció lesz. Ugye eddig ilyen bevezető témákkal foglalkoztunk, ugye iterátorokkal, meg mindenféle STL-beli dolgokkal, konténerek, ez az amaz. Viszont most akkor tovább lépünk, és hát mondanám azt, hogy alapprogramozási dolgokat fogunk megnézni, de azért olyan kicsit haladóbb szinten. Hogyan is fog ez kinézni? Nyilván absztrakció eszközei, tehát főleg osztályok, illetve az osztályokkal kapcsolatos dolgok, tehát objektumorientált programozás elsősorban. Hogy mit jelent ez, erről majd beszélünk. Nem akarok olyan nagyon fogalmi szintekbe belemenni, mert inkább programozzunk, mint hogy szakértsünk, úgymond. Szóval példákat fogunk nézni, nyilván ahogy eddig is megszokhattátok, és ez az első néhány rész itt ebbe az absztrakciós, tehát fő témába egy ilyen bevezető lesz, ami a bevezető programozás könyvben alapszik tulajdonképpen, illetve azt fogjuk feldolgozni, és ott ilyen grafikus osztályokat fogunk megnézni, tehát egy kicsit grafikával fogunk foglalkozni. Sziasztok srácok, jó reggelt! Jó, szóval miért is grafika, meg miért is ez? Hát ennek van nyilván triviális oka, egyrészt mert a bevezetőkönyvben ez van, és ez szerintem elég jó föl lehet dolgozni. Illetve elég sokat lehet azért rákcsálni a témát, tehát főleg ilyen osztályhierarchiát, kiterjesztést, absztrakt osztályok, virtuális függvények, tehát elég jó példákat lehet ennek kapcsán azért így fölvillantani. Illetve, ahogy ígértem is, hát azt, hogy majd mi lesz ebből, lesz egy kis grafika tutoriál is, de mondom, addig ne álljunk fél lábon, amíg az elkezdődik. Majd fogunk erről beszélni a mai adás végén, hogy mit és hogyan, és lesz egy-két változás itt a csatornán. Jó, szóval a lényeg, hogy most így egy kicsit grafikával fogunk foglalkozni, ami több szempontból is érdekes, egyrészt azért, mert már személyesen érdekes, mert egyrészt ez nekem nem az én témám, tehát ennek azért én nem vagyok szakértője, de hát épp itt az ideje megtanulni. A másik pedig az, hogy egyes vélemények szerint az objektumorientált programozás épp a grafika miatt kezdett el elterjedni, meg amiatt is hozták létre. Hát az, hogy ez így van-e vagy nem, abban én most nem akarnék belemenni, egyesek szerint igen, mások szerint nem. A lényeg, hogy ezzel fogunk most megismerkedni. Jó. Na, és akkor közben nézem a jegyzeteimet. Ugye, csapjunk is bele igazából. Picit fordítva fogjuk most ezt a dolgot megközelíteni. Ugyanis... csak picit kattingatok. Ugyanis nem úgy fogjuk csinálni, mint eddig, hogy szépen nulláról megírjuk, és a végén majd látjuk egybe az egészet, mint ahogy például emlékeztek a dokumentumnál, vagy sok más egyéb dolognál, hanem most picit a végéről fogunk közelíteni, már pedig úgy, hogy megnézzük a példát, hogy hogyan fog kinézni a végén, és aztán megírjuk a mögötte lévő osztályokat. Na most nyilván én már megírtam ezeket, tehát ezek már készen vannak, úgyhogy a mai alkalommal igazából azt fogjuk megnézni, hogy hogyan fog kinézni a vége, maga a dolog, és aztán megnézzük azt, hogy ezeket a építőköveket, ahogy ez a dolog felépül, hogyan készítjük el, hogyan is épül fel a dolog. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de akkor csapjunk is bele. Jó. Na most egy ilyen nagyon egyszerű kis példát itt én előkészítettem, és akkor ezt írjuk is meg. Ugye grafikus osztály, illetve grafikával fogunk foglalkozni. Van nekünk egy... tehát mit fogunk használni? Ezt az úgynevezett FullTK, vagy FTLK... FLTK? FTLK? FLTK Library-t. Már is behozom itt nektek, és megmutatom. Ezt le is tudjátok tölteni, csak tényleg így fölvillantanám nektek. Tehát egyrészt le is tudjátok tölteni innen forrásból, és akkor befordítjátok, föltelepítitek ugye a rendszeretekbe,
De tudjátok telepíteni csomagkezelőből is, ez a LibFTLK, ha jól emlékszem. De már is ránézek nektek. Így van, ez a LibFTLK, hát én az 1.1-es raktam föl, mert a példa azt használja, biztonság kedvére érdemes azt föltenni, de szerintem az 1.3-assal is működni fog. Jó, tehát ezt ezeket tegyük föl, és akkor elvileg ez működni is fog. Jó? De nyilván addig nem fog működni, amíg nem írjuk meg teljesen a programot. Tehát az alapja valahol belül ez a úgynevezett Fultic Library lesz, és akkor erre fogunk mi írni ilyen saját kis osztályokat, hogy ne közvetlenül a FLTK-t használjuk. Valahol az osztályainkon belül majd nyilván ezt fogjuk használni, mert nem akarok közvetlenül az oprendszerbe nyúlkálni, hogy az oprendszernek a grafikus eszközeit használjuk, talán majd később. Most ezt a előre megírt library-t használjuk, nyilván használtánk OpenGL-től kezdve sok más egyebet. Most ezt fogjuk, mert a mi kis példánk így fog működni. Jó? Tehát ezt már előre föl is lehet telepíteni, és akkor nyilván ez már, ha minden igaz, működni is fog. Ott, amit fölvillantottam weboldalt, ott a dokumentációban szerintem láttok példákat is. Na, okés. Szóval nézzük meg az első ilyen kis példát. Egy sima kis ablakot fogunk létrehozni, és abba egy ilyen háromszöget fogunk kirajzolni. Hát nagyon egyszerű lesz. Hát kezdjük az include-okkal szerintem. És mondom, ha most még így első körben valami nem világos, ne aggódjunk, később minden világos lesz. Jó. Na, egyrészt van nekünk ugye az ablakunk, amit majd ugyanúgy meg fogunk írni, mint az összes többit. Alapvetően ez is a Fultic Library-be fog lenyúlni, és onnan nyitja meg ezt a kis ablakkezelőt. Illetve lesz nekünk egy ilyen graph headerünk, ez tulajdonképpen majd a library lesz, de majd ha odaérünk, akkor beszélünk erről, illetve ebbe lesz nekünk majd egy saját névterünk is. Jó. Na és akkor nézzük meg a programot, tényleg első körben nagyon egyszerű lesz. Bedobunk egy using direktívát, hogy a névtérre, csak hogy ne kelljen állandóan kiírni a minősítőt. Jó, tehát kell egy using direktíva, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen már mehet a móka. Ugye nyilván az, hogy hogyan épül fel egy ilyen GUI kezelőbe, én tényleg nem akarom most mélységeibe belemenni, mert millió-millió dolgot lehetne itt mondani, meg tényleg rengeteg eszköz, meg rengeteg megközelítés van. Mi egyet fogunk használni, igazából azt kérném tényleg, hogy a programozást, illetve ez a class design-t tartsátok most szem előtt. Persze, ha valaki jön és szakértője a grafikának, azt tényleg üdvözlöm itt, mert tényleg szuper, és nyugodtan dobhatja a chatbe, hogy Renátó, hülyeséget csinálsz, meg nem így kell. Itt most tényleg csak az osztály design-t, illetve a programozás részét nézzétek. Na. És akkor ezután tényleg most már kezdjünk bele. Ugye minden grafikus osztálynak része, hogy pontokat tudunk definiálni. Tehát vannak ilyen pontok tulajdonképpen. Ezt most mi nagyon egyszerűen fogjuk megoldani. Fölveszünk egy pontot ezzel az XY koordinátával. Jó, hát mint ahogy emlékeztek, a középiskolában is tanultátok koordinátageometriából, semmi különös. Fölveszünk egy pontot a koordináta rendszerünkbe. Ez most a 100 XY koordinátájú pont lesz. Na és akkor ezt a pontot fogjuk használni arra, hogy létrehozzunk egy egyszerű ablakot, és ennek az egyszerű ablaknak a bal felső sarka lesz ezen a koordinátán, tehát ez az ablak ott fog kezdődni. Ugye mondhatnánk azt, hogy van nekünk nyilván egy monitorunk, amire ki kell valamit rajzolni,
és akkor tulajdonképpen ez azt mondja meg, hogy a monitorunkon hova tegyük. Na most nyilván itt is lehet azért kavarodni elég rendesen, mert már ott kezdődik a gond, hogy nekem két monitorom van, aminek külön felbontásai vannak. Talán még Prog 1-en valamikor ősszel volt is erről szóra a Qt Library kapcsán, hogy nem triviális dolgok ezek. Most maradjunk az egyszerűségnél. Reményeim szerint ez arra a monitorra fogja kitenni az ablakot, amit ti is láttok, de majd meglátjuk, bízunk a legjobbabba. Na most, ennek a Simple Window objektumnak át tudunk adni két koordinátát, mégpedig az, hogy mekkora legyen maga az ablak. Hát itt most egy ilyen 600x400-as ablakot fogunk létrehozni, hogy biztosan látszódjon, de majd tényleg elindítjuk a programot, és akkor megnézzük, hogy működik-e. Illetve tudunk neki nevet adni, hát ez most legyen vászon, nem véletlenül, vagy canvas, ha jól mondom, a alabamai akcentusomat bocsássátok meg. Jó, tehát a vászonra fogjuk ezt kitenni, mindent valamilyen vászonra teszünk ki egyébként. Jó. Na most, elvileg egy ablak tulajdonképpen ennyi, és az ablak osztályon belül van nekünk egy ilyen függvényünk, hogy wait for button. Már is megbeszéljük, hogy ez pontosan mit is jelent. Ez fogja nekünk az ablakot tulajdonképpen kitenni a screenre, hogyha úgy tetszik, és lesz majd benne elvileg egy gomb, amire kattintva az ablak bezáródik. Na, és akkor próbáljuk ki, hogy működik-e. Ahogy látjátok itt, én bedobtam előkészítve, hogy hát azért pár dolgot le kell hozzá fordítani, ugye a gráfot, az ablakot, magát a GUI-t, Simple Window, ezeket mind-mind meg fogjuk írni. Jó? De nem kell aggódni, ahogy mondtam, most a végéről közelítünk, ezeket mind meg fogjuk írni, és mind világos hogy lesz, hogy hogyan működik. Illetve a fulltake-nek kell egy ilyen konfigot átadni, minden világos lesz, amikor odaérünk. Na, és akkor nézzük is meg, hogy egyáltalán lefordul-e. Oké, és kezdetnek ez már jó jel. És akkor indítsuk is el. Szuper, itt megjelenik nekünk egy üres ablak. Így van, tök jó, ti is látjátok. Ennek nagyon örülök. És ez a kis ablak lesz nekünk majd. Itt majd fogunk rajzolgatni pár dolgot. És ezzel a Next gombbal tudjuk most csak becsukni. Jó? Erről is lesz majd szó, hogy ezek a gombok pontosan hogyan működnek, hogyan kell ilyen gombokat létrehozni, hogyan kell rátenni, meg hogy mégis hogyan működnek ezek a gombok. Ez majd a vége fele lesz ennek a grafikus bevezetésnek, hogy ezek az úgynevezett callback-ek hogyan működnek, hogyan tudjuk használni. Na, akkor még egyszer fölvillantom. Ugye van nekünk egy ablakunk, ezt tudjuk méretezni is, nagyon szuper, ki tudjuk tenni fullscreenbe. Ez még külön meglepő is, hogy működik. Jó. Rendben. És ide tudunk majd rajzolgatni, itt tudunk majd megjeleníteni dolgokat. Amit meg is fogunk ma tenni. Jó. És akkor a Next-tel ezt be tudjuk csukni. Be tudjuk csukni a X-el is, mondom én. Hát igen. Az, hogy lefagy, azon ne lepődjünk meg. Ez az implementáció nem tökéletes. A Ctrl-C mindig segítségül hívható. Jó, rendben van. Na, tehát van egy alapablakunk, ami simán lefagy, hogyha úgy gondolja, de itt most nekünk tökéletes lesz, így első nekifutásra rajzolgatni egy-két dolgot. Na, és akkor miket fogunk rajzolgatni? Alakzatokat, és az, hogy alakzatokat fogunk rajzolgatni, ez egy viszonylag fontos megközelítése a dolgoknak, hiszen majd ez az alakzat lesz nekünk egy ilyen absztrakció. De első körben rajzoljunk ki pár ilyen alakzatot. Kezdjük mondjuk egy sima poligonnal. Így van, kezdjük a sima poligonnal. Tudunk egy ilyen üres poligont is készíteni, és akkor ennek a poligon osztálynak van egy olyan tagfüggvénye, hogy add, és ezen keresztül tudunk pontokat hozzáadni.
Jó. Nagyon fontos, hogy nyilván emlékeztek ti is koordináta geometriából, hogyan néz ki a poligon, hát van oldala, meg vannak pontjai, de mondom, ebben nem akarok olyan mélységébe belemenni. Mi tulajdonképpen pontokat fogunk hozzáadni, és majd ez a poligon osztály fogja nekünk úgymond intézni azt, hogy ki is rajzolja, hát kösse össze a pontokat, tulajdonképpen ez lenne a lényeg. Na hát akkor vegyünk fel itt három pontot. Közben lesek, hogy jó pontokat adjak meg. És akkor ezt copy-paste-elgetjük. Oké, és a másik pontnak legyenek a koordinátai a 350 és a 100. A harmadiknak pedig a 400 és a 200. Jó. Hát, értelemszerűen, hogyha három pontot adunk, akkor meglepő, de ez egy háromszög lesz. Amit itt nekünk még kell, hogy ezt a poligont nekünk hozzá kell adni az ablakunkhoz. Jó? Erre pedig a window osztályunk szolgál. A window osztályon belül az attach függvény szolgál. Ezzel tudjuk hozzáadni ezt a poligont a mi kis ablakunkhoz. Hát ezeket az alakzatokat hozzá kell adni, tehát úgymond etecselni kell az ablakhoz. Na nézzük meg. Később program továbbra is lefordul, fut is, és ott kirajzolja nekünk ezt a kis háromszöget. Remélem jól látszik, majd fogunk egy kicsit állítani rajta. Jó. Na most, amit itt mindenképp tudunk, hogy van nekünk egy ilyen tagfüggvényünk, ez a poligonba van definiálva, hogy tudunk neki például színt állítani, és ugyancsak el van nekünk készítve ez a color osztály, ami majd egy enum lesz, beszélünk majd erről, ezt is megnézzük, ezt itt szépen át tudjuk állítani mondjuk pirosra. És akkor innentől kezdve ez a kis háromszögünk ilyen piros lesz. Hát, fantasztikus. Nagyon ügyesek vagyunk. Jó. Igazából itt tényleg ez most csak arra szolgál, hogy kicsit fölvillancsam az, hogy miket kell majd tudnunk így implementálni. Nyilván a polygon osztályt is meg fogjuk írni, a point osztályt is, a color, hát ez enum lesz, ezeket is meg fogjuk írni. És tényleg csak fölvillantgatom, hogy mikre lehetünk képesek, és miket kell elkészítenünk. Jó, na most így első körben így ennyi lenne, menjünk tovább, mert nyilván sok más egyéb dolgot szeretnék még itt kirajzolgatni, és akkor ezeket meg is néznénk most, hogy mik azok, amit tudnia kellene ennek a programnak. És miket fogunk majd megcsinálgatni az elkövetkezendő alkalmakkor. Jó. Viszont szerintem nyitok egy újat. Hát, vagy igen, inkább ezt elmentem más néven. Legyen ez a second. Csak hogy egyszerű legyen a dolog. És hát, mit hagyjunk meg? Ugye a graphlib az biztos, hogy fog kelleni. Pointot hagyjuk meg, nyilván ablak is fog kelleni. Hát ezt a poligont most kiszedjük, hogy ideiglene sem. Nyilván ezt is átírjuk, hogy ne legyen ebből se kavarodás. És az egészet be fogjuk tenni egy trycatch blokkba, tehát maga a main egy try blokkban lesz. Mert majd fog kelleni. Jó, ez tényleg csak a pontosság kedvéért. Hát egyelőre hiba üzeneteket nem fogunk adni. És legyen egy alap exception is. Jó, rendben van. És szerintem a sima gyárit fogjuk használni.
gyári STD acceptet. Jó. Így van. STD exception ugye nyilván a öröklődés miatt erre illeszkedni fog elvileg minden, erre meg amúgy is, úgyhogy szerintem ez így rendben van, csak legyen hiba kezelésünk. Jó, erősen adminisztratív, de legyen meg, mert úgy a biztos. Na. Oké, és akkor miket szeretnénk mit kirajzolgatni? Picit megnövelem az ablak méretet. Szerintem ez még bele fog férni nekünk, de gyorsan próbáljuk is ki. Ez az alap lefordul-e. Jó, és futtassuk. És hát egy kicsit nagyobb az ablak. Lehet, hogy még lehetne nagyobb is, de most egyelőre ennyi elég lesz szerintem. Majd növelünk rajta, hogyha kelleni fog. Jó, na és akkor ugye megvan nekünk a pont. Ezt alapvetően tudnánk így direktbe is átadni a inicializáló listájának a Simple Window osztálynak, de mindegy, megcsináltuk külön. Jó. Na, miket kell nekünk rajzolgatni? Hát szerintem kezdjük a legegyszerűbbel. Ugye az előbb kirajzoltunk egy háromszöget, hát lehet, hogy ezt csak visszahozom, hogy legyen itt meg nekünk egybe. Így van ez a szép piros háromszög. Kikopízzuk innen. Így van. Ami kell az ötecs is. Kés. Jó, és akkor nekünk van már egy szép piros háromszögünk, de azért próbáljuk ki, hogy biztosan ott legyen. Oké, és szuper. Jó, tehát első körben ez így rendben van. Na most, amilyen nagyon basic alakzat, tehát tényleg nagyon alap, az ugye a négyszög, vagy rectangle. Ilyenünk is van, ilyet is tudunk csinálni. Ugye, hogy ez miért másabb, mint a poligon? Hát nyilván ezt geometriából is tudjátok. Igazából ilyen rectangle-nek elég átadni azt, hogy honnan induljon, tehát hol legyen a bal felső sarka, illetve az, hogy mekkora legyen. Tehát itt nem a négy sarokpontját fogjuk megadni. Ugye, mert nyilván az, hogy honnan indul, meg hogy mekkora, az már meghatározza azt, hogy hát ne rekt legyen, hanem el. Tehát meghatározza azt, hogy hogyan is néz ki, tehát pontosan hogy fog kinézni egy ilyen négyszög. Úgyhogy akkor ezt készítsük is el. Ugye lesz itt nekünk egy pont. Ugye ez a bal felső sarkát fogja meghatározni. És ez már ugye az ablakon belül. Tehát tulajdonképpen ez a bal felső sarka. Jól mondom? Bal felső, így van, bal felső sarka. És azt is annyit kell csak megmondani, hogy mekkora legyen, tehát szélesség-magasság. Ez most egy ekkora négyzet lesz. Illetve ezt is etecselni kell az ablakhoz. Hát ezt tegyük a poli után, igazából csak a helyesség kedvéért amúgy mindegy lenne. Jó, nézzük meg, hogy működik-e. Oké, és működik. Remélem látszódik is. Tudunk majd vastagítani itt a vonalakon, mert az is része a dolgnak, tehát hogy vastagabb vonalakkal rajzoljuk ki. Most egyelőre csak ilyen kis vonalakat, kis vékony vonalakat használunk. Jó. Rendben van. Oké is. Na, tehát van egy négyzetünk. Így van négyzet. Ha az előbb négyszöget mondtam, elnézést, ez egy négyzet. Mi határozza meg? Nem, négyszög, bocsánat. Igen, ezt mindig keverem. Jó, tehát mi határozza meg? Meghatározza a bal felső sarok, illetve a szélesség magasság. Jó, tehát hogy mekkorát szeretnénk, hogy mekkora legyen ez a négyszög. Így van, négyszög, bocsánat. Jó. Rendben van. Na, menjünk tovább.
mit szeretnénk még. Ugye, ami van itt nekünk, az egy... ugye van egy poligonunk, szeretnénk ilyen polyline-okat, pontosabban poly, tehát ilyen zárt polyline-t. Ezt is majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan is néz ki. Ugye ennek alapvetően az az értelme, hogy itt a vonalak nem keresztezhetik egymást. Jó, ez a close polyline, ez ilyen. Így van, és akkor itt ehhez már is hozzáadunk pontokat. Ugye az add függvényen keresztül tudjuk itt is. Hát, igyekszek olyan pontokat adni, amik jók. Mondjuk 150. Mondjuk legyen 150. Hát, mit tudom én, egy 4-5 pontot azért adjuk meg. És legyen 200-100. Kicsit rápillantok a négyzetre. Oké, és 100-100, csak nehogy olyat adjak meg, ami keresztezi egymást, mert akkor hibát fog nekünk adni. Illetve legyen 50-75. Hát, talán az jó lesz. Jó, oké is. Na és akkor ezt is adjuk hozzá az ablakunkhoz. És nézzünk rá erre is. Jó. Na és akkor itt van nekünk egy ilyen zárt polyline-unk. Ugye ennek tényleg az a lényeg, hogy itt a vonalak nem keresztezhetik egymást. Fogunk majd erről beszélni, ez egy kicsit bonyi algoritmus lesz, de majd megnézzük implementációba, hogy hogyan is néz ki. Jó, oké is. Na hát, nyilván ezek ilyen nagyon alapalakzatok. Amit itt még nekünk mindenképp jó lenne, hogy legyen tudjunk kiírni szöveget is, és akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk, erre fogjuk majd a textosztályt használni, nem meglepő módon. Ugye itt is meg tudunk neki adni egy pontot, hogy honnan induljon, ezt is itt lokálisan átdobjuk neki, hát honnan induljon, hát mindegy, beírunk valamit, és akkor bízunk benne, hogy nem nagyon fog, hát lesz kavarodás, de semmi gond, illetve át tudunk adni neki egy stringet. Ha jól emlékszem, itt egy string referenciát kell neki átadni, mindegy igazából. Majd ezt is megnézzük. Jó, ezt is szépen hozzáadjuk az ablakunkhoz. Ezt is hozzáadjuk az ablakunkhoz, hogy látszódjék. És akkor így a szöveget szépen oda teszi az ablakunkra. Jó. Tehát szövegünk is van. Ezt is megnézzük majd, hogy hogyan is implementáljuk. Jó. Oké, és na nézem még, hogy kimaradjon valami alakzat, ami itt nekünk érdekes lehet. Jó, hát ami mondjuk ilyen talán izgalmasabb, hogy függvényeket is fogunk tudni rajzolni. Hát lehet, hogy itt ezt az elején lenne jó. Ugye ahhoz, hogy nyilván függvényeket szépen tudjunk rajzolgatni, kelleni fognak majd koordináta tengelyek is. Remélem jól mondom, axis angolul, elnézést, hogyha ha magyarul egy kicsit nem helyesen mondom, így grafika vagy ilyen koordináta geometria szempontból. Ha jól emlékszem, ilyen koordináta tengelyek volt ennek a neve, majd kijavítatok, ha nem. Jó? De ilyeneket is tudunk csinálni, és akkor ugye lesz nekünk x tengelyünk, y tengelyünk, de nézzük is meg. Ugye itt is
kell majd a pont, hogy honnan indul, de ugye itt első paraméterben azt adjuk át neki, hogy ez x vagy y tengely, ugye nem mindegy, hogy függőlegesen vagy vízszintesen akarjuk a tengelyt megjeleníteni. Ugye itt is át kell neki adni egy pontot, hogy honnan induljon ez a koordináta tengely, és emellett még át kell neki adni két paramétert, egyrészt, hogy milyen hosszú legyen, azt, hogy milyen intervallumokban, pontosabban milyen távolságban legyenek a beosztások, mindjárt majd megnézzük, illetve itt tudunk adni neki egy string paramétert, vagy string referenciát, ami tulajdonképpen a tengelynek a neve lesz. Jó. Hát ide nyilván írhatnánk mást is, mit tudom én, valamilyen idő, vagy szám, vagy bármi. Itt most egyelőre ez elég lesz nekünk. Illetve ugyanezt csináljunk meg y-ra is. Ez is ugyanonnan induljon. Hát legyen ugyanolyan hosszú, csak hogy biztos legyen, meg a beosztás is legyen most ugyanaz. A nevet kell átírnunk. Jó. Értelemszerűen ezt is hozzá kell adnunk az ablakhoz. És elvileg meg fogja nekünk szépen jeleníteni. De nézzük meg. Így van. És itt van nekünk egy csodálatos XY tengely. Hát ezt is meg fogjuk nézni tényleg, hogy hogyan is néz ki, hogyan kell implementálni. Jó, ahogy mondtam az előbb, ez a paraméter, ez a 10, ez az, hogy milyen osztásonként legyen, tehát hány pixelenként legyen egy osztás. Ezt majd meg fogjuk csinálni egy kicsit kultúráltabbra, mert hogyha itt nagyítgatunk meg ilyesmi, akkor az nem biztos, hogy, tehát az könnyen elcsúszhat. Meg fogjuk ezt szépen intelligensen és ügyesen csinálni. Jó, rendben van. Valószínű majd úgy fogjuk, hogy hány osztás legyen, de ezt majd megnézzük. Jó. Oké, és na és akkor ezen belül kell tudnunk nekünk implementálnunk függvényeket is, tehát kirajzolni úgymond függvényeket. Hát mondjuk az ilyen szerintem legalapabb függvény mondjuk itt a színusz függvény legyen, és akkor hogyan, mit adunk át egy ilyen függvénynek? Hát egyrészt átadunk neki egy függvényt, erről majd fogunk beszélni. Itt majd egy függvényt kell neki átadni. Átbeszéljük majd. Ide szerintem fogunk majd nézni ilyen, hogyha emlékeztek a STLS órákról, itt majd elvileg ilyen lambda expression-öket is át fogunk tudni adni, de egyelőre maradjunk a sima függvénynél. Jó? Itt átadunk, hogy honnan induljon, milyen intervallumba. Átadunk egy pontot, nyilván, hogy honnan induljon a kirajzolás. Mi is kell még neki? Aha. Hát igen, pár paraméter. Nyilván meddig menjen, illetve... Hát... Hogy mekkora legyen. Ezekről majd beszélünk, jó? Majd átbeszéljük. Egyelőre tényleg csak ki akarom rajzoltatni. Ne bonyolítsuk egyelőre a dolgot. És ugye ezt a függvényt is hozzá kell adni a mi kis ablakunkhoz. Így van. Tehát ezt is hozzáadjuk az ablakhoz. Ha jól emlékszem, ennyi kell neki összesen. Mindjárt kiderül. Na, szuper, és itt szépen ki is rajzolja nekünk ezt a színusz függvényt. Hát igen, ezt csinálja a végtelenségig. Hát próbálom kiúzni a másik monitorra, és hát nem a végtelenségig, ezt már nem látjátok. Egyszer véget ér, ha jól emlékszem, az 1000, tehát ez a paraméter az, ami megmondja, hogy meddig rajzoljon, de meg fogjuk nézni, pontosan már magam sem emlékszem, de megnézzük ezt is. Jó.
Oké, és hát nyilván az, hogy ezeknek is tudunk színt adni, az triviális, de majd mindjárt kitérünk erre is. Még rápillantok, hogy van-e valami. Hát igen, ezeket még nyilván nézegessük meg. Ilyen alap dolog, hogy föl tudunk venni ilyen sima pontokat, és ezeket is ki tudjuk rajzolni. Hát mondjuk ez legyen itt a 100-200-ba, és ennek egy karakterliterát tudunk átadni, és akkor ezt a karakterliterát fogja nekünk megjeleníteni a screenen. Mix, hanem M. Így van. Oké, és az akkor egy ilyen X-et ide dob nekünk. Hát ez is egy viszonylag alap dolog, hogy ilyeneket be tudjunk jelölni. Ezt is meg fogjuk nézni, hogy hogyan kell elkészíteni. És ahogy mondtam, hogyha karakter literál, akkor emlékeim szerint itt akkor mást fog kijelezni. Itt van. Jó, rendben van. Amilyen érdekes dolog még, én itt a szövegek kapcsán mindenképp, hogy tetszőleges szöveget is tudjunk készíteni. Na most, hát szerintem erről nem volt még szó, erre egy ilyen O-string stream objektumot fogunk használni. Szerintem ilyen input-output streamekről nem volt még szó. Igen, mert ez a bővített BevProg tematikájában lesz majd meg. Össze fogunk róla beszélni. A lényeg, hogy egy ilyen OSync streamet fogunk erre használni, és ebbe fogunk szövegeket tudni kiírni. De akkor nézzük is meg, hogy hogyan is néz ki. Tehát ebbe fogjuk így összegyűjteni a szöveget, amit ki szeretnénk írni. És hát mondjuk írjuk ki most tényleg a képernyőnknek az aktuális méretét, tehát a teljes képernyő méretet, ami rendelkezésünkre áll. És erre fogunk használni tagfüggvényeket. Egyrészt lesz nekünk ez a Xmax. Ez emlékeim szerint simán csak bele van írva a GraphLib néptérbe, de majd ha odaérünk, megnézzük. Hát dobjunk egy csillagot, hogy ugye tehát ez az XRY éppen kirajzolódjon nekünk. És hát nézzük meg még ezt az XY maxot, ugye ez, tehát ez a sima XY, hogy mekkora a mi kis ablakunk. Jó, és akkor ezt tudjuk átadni egy ilyen text objektumnak. Ugye hasonlóan, mint az előbb is. Ugye itt, hogy egy point, hogy honnan induljon ez a kiírás, és hogy mit írjunk ki. Hát ezt most tegyük máshova. Kicsit föntebb. És itt ugye ezt az OSS-t kell, de ezt átalakítjuk stringé. Jó, hát lehetett ezt volna hát direktbe is, de azok nem szép, hanem ezt az O-string streamet használjuk. Össze lesz róla szó bőven, hogy hogyan is működik ez bevezető programozás órákon. Jó, na. Ha addig persze érdekel, akkor nyugodtan nézzetek utána, vagy hogyha valami ott nem világos, akkor kérdezzetek bátran. Jó, na nézzük, hogy jó ez így. Igen. Szerintem egy include it nekünk hiányzik. Már is ránézek, hogy hol van nekünk ez a... hol van definiálva sStream, ha minden igaz.
Csak szerintem kell a minősítő. Vagy elírtam? Steam. Ah, hát igen, hogyha elírom, akkor biztos nem jó. Jó. Így akkor már rendben van. És akkor nézzük. Jó, tehát hogyha nem áthatcholjuk, akkor ugye nem írja ki. Touch sizes. Oké, és szuper, szuper. Jó, és akkor itt szépen kírja nekünk a screen size-t. Hát, nagyjából ez igaz is. Ahogy mondtam, nekem két monitorom van, ugye az egyik 4K-s, a másik 1440p-s. Ugye a kettőt összeadjuk szélességre, akkor az 6400. Most gyorsan fejszámolok, igen. Ugye itt maxra pedig azt írja ki, ami a 4K-s monitornak a magassága tulajdonképpen, tehát hogy hány pixel sor van, ugye ott meg 2160. Jó. Tehát ezt kiírja nekünk. Jó. Na de, tudunk itt azért még egy-két dolgot rajzolgatni. Ami ilyen triviális, ugye, hogy rajzoljunk ki egy kört. Nyilván egy kört mi határoz meg? Hát ugye egyrészt meghatározza a pont, hogy honnan. Mondjuk ez legyen így 100-200, illetve pedig a sugara, hogy mekkora legyen ez a kör. Oké, és ezt is ötecsöljük. Nézzük, hogy működik-e. Így van, nyilván ez is tökéletesen működik. Ugye nyilván ezek ilyen tök alap és tök egyértelmű dolgok. A legalapabb, legegyszerűbb ilyen grafikus library-be is ezek, hogy kört rajzolni, hát nyilván triviális, nincs benne semmi különös, de ezek az alakzatok is, hogy hogyan néznek ki ezek is. Tehát tényleg alap dolgok minden ilyen grafikus library-be. Jó. Gyorsan ránézek a jegyzeteimre, hogy minden megvolt-e. Ja igen, még egy dolog, ugyanis képet is tudnunk kell nekünk kirajzolni. Erre pedig majd az image osztály fog szolgálni. Hasonlóan itt is, mint az előbb, megadjuk, hogy honnan induljon. Tehát ez a úgymond bal felső sarok. Ugye általában a képek egyébként is ilyen rectangle, tehát négy szög, tulajdonképpen négyzet, négy szög, ugye, ha egyenlő oldalú, ha nem. Tehát azt kell megadnunk, hogy a bal felső sarka onnan menjen, illetve kell egy képet átadni. Ez egy file név tulajdonképpen, tehát a file-nak a neve, amit meg szeretnénk jeleníteni, és ezt is hozzáadjuk az ablakunkhoz. Na most egy pillanat adminisztratív türelmet, mert ezt a képet én most itt átmásolom. Csak hogy meglegyen itt lokálisan. Így van. Meg is van. Na és akkor nézzük. Lefordítjuk. És futtassuk. És itt van nekünk a Hoppá. Itt van nekünk a csatorna subbadge. Szépen kirajzolva. Jó. Oké, és rendben van. Na hát, úgy nagyjából ezeket kellene tudnia a mi kis programunknak, és ezeket kell majd nekünk szépen implementálni. Ugye pár dolog, pár ilyen megjegyzés, hogy ugye mondtam, hogy van ez a set color. Na most, igen, itt polygonra van. Jó. Na most ez a set color függvény,
ez működjön a többire is. Mondjuk ez, hát ez milyen színű legyen? Legyen mondjuk kék. Hát remélem, hogy ilyen szín van. Meglátjuk. Meglepő lenne, ha nem lenne. Jó, és akkor a színusz függvényünk innentől kezdve kék lesz. Na most, mit mond ez nekünk? Meg kellene nekünk írni a function osztályba is, illetve a polygon osztályba is a set color függvényt. Hát nem biztos. Vagy esetleg legyen egy abstract osztályunk, ami benne van és csak használjuk. Jó, ezek ilyen design kérdések. Oké, és nyilván a set color függvény ugye beállítja az alakzatnak úgymond a színét. És miért mondom, hogy alakzat? Mert majd lesz egy ősosztályunk, vagy abstract ősosztályunk, vagy abstract osztályunk, ami a shape nevet fogja viselni. És abban lesznek ezek a függvények definiálva, de majd megbeszéljük, hogy ez hogyan is néz ki. Jó. Na most, ami még itt nekünk esetleg érdekes lehet, ugye az a set, tehát a stílusa az ablaknak, mondjuk legyen egy ilyen set style, ha sikerül leírnom, és ez pedig a vonalnak a stílusát adja meg. Hát ide egy line style típusú objektumot fogunk majd átadni. Egyrészt itt meg tudjuk majd neki adni azt, hogy milyen legyen, mondjuk ilyen szaggatott vagy ilyesmi, illetve tudunk neki adni majd egy méretet is, tehát az, hogy milyen vastag legyen ez a vonal. Csak tényleg fölvillantok pár dolgot, hogy mire kell, hogy képes legyen ez a kis alkalmazás. Jó, és akkor csak egy példaként, hogy itt akkor ez a line style már látjuk, hogy ilyen szaggatott vonal van, meg picit vastagabb a vonal. Remélem látszik a képen is, hogy ez most egy kicsit vastagabb lett. Na és ezt a set style-t, ezt elvileg így direktben tudnunk kell nekünk alkalmazni itt erre a színusz objektumra is, vagy színusz alakzatra, hogy pontos legyek. Lehet, hogy ez egy kicsit furábban fog kinézni. Hát igen, mivel ez egy görbe, ezért itt a dash az egy kicsit máshogy mutatkozik. Nem is biztos, hogy ez itt szerencsés, mert ugye görbéket hogyan rajzolsz ki szaggatott vonallal, ki lehet nyilván. De itt ez nem biztos, hogy most szerencsés. Hát talán, ha leveszem a méretezést. Hát igen, így akkor jobban látszik. Jó. Ugye nagyon fontos, hogy itt pixeleket rajzolunk ki. Tehát tulajdonképpen az alakzat határozza meg azt, hogy milyen pontokat fogunk majd itt, milyen pixeleket fogunk kiszínezni. Rátérünk majd erre is, amikor odaérünk. Jó. Még egy dolog, csak ha már itt a zárt polyline, meg így a rectangle kapcsán. Itt van nekünk egy ilyenünk, hogy set fill color. Jól emlékszem, ez a függvény neve. Így van. Hát itt meg ilyen kitöltő színt tudunk neki adni. Mondjuk ez legyen sárga. És ugye ezt is tudnunk kell nekünk kezelni. Tehát ezt is meg fogjuk majd írni. És akkor látjuk itt, hogy a mi kis négy szögünk az most már sárga. Tehát most már egy szép sárga lett. Jó, oké is. És akkor elvileg ez értelmezve van körre is. Hol a körünk? Igen, itt van a körünk. Hogy ezt tudjuk alkalmazni a körre is. Ez, hát legyen most kék. Nagyon szép kék lesz szerintem.
Így van. Hát igen, itt azért már látjuk, hogy picit az illesztése vannak gondok, de most ezt fogadjuk el egyelőre így, ilyennek. Na, ránézek a jegyzetre. Okés, rendben van. Hát szerintem mindent megnéztünk, amit itt első körbe szerettem volna. Na most, mondom, amit előjön, közben Dr. Mark Boy, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot. Köszi, haver, köszi, hogy itt vagy. Köszönöm. Okés. Jó. Na szóval, amit itt mindenképp fogunk róla beszélni, nyilván itt a grafika az tényleg most egy kicsit úgy háttérben van egyelőre. Tehát tényleg nem az a lényeg. Nagyon sok megközelítés van, nagyon sok módszer van, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet kirajzolgatni, akár az alakzatokról beszélünk, akár színekről, stb. Ablakok, tehát itt millió megközelítés van. Ugye, ahogy mondtam, ugye ezt a Fultik Library-t fogjuk használni, az lesz belül mélyen valahol, azokra fogunk ilyen osztályokat írni. Ugye ez a function, az axis, a point, ugye egy ilyen névteret fogunk bevezetni, ugye ezt a close polyline-t, meg ilyesmiket. Jó? Tehát ezeket fogjuk itt majd megírogatni. És nyilván belül ugye a Fultik Library-t fogjuk majd használni. Tehát legvégül magát mondjuk a színusz függvényt, tehát az, hogy melyik pontokat, melyik pixeleket színezze be, azt egyrészt a Fultik Library, és a Fultik Library belül pedig az oprendszer fogja majd nyilván nekünk végezni. Valahol ott a grafikus kártya driver is majd megjelenik, ezekről majd fogunk beszélni. De ami itt tényleg nekünk lényeges, az az, hogy ezeket az osztályokat hogyan fogjuk elkészíteni, tehát az, hogy ezeket az osztályokat hogyan dizájnoljuk, úgymond, tehát mi a koncepció ezek mögött, az osztályok mögött, hogy hogyan készítjük el. Ugye már utaltam rá, hogy akár ez az add függvény, akár a set color, a set style, a set fill color, ezek mindenhol ott vannak. Jó, tehát nyilván mondjuk a set fill color a színusz függvényre nem biztos, hogy van értelmezve. Jó, nyilván ez érthető okokból. Ugye ezért is mondtam azt, hogy külön kitüntetett szerepe lesz majd ennek a close polyline-nak. Nyilván, hogy kitöltő színt tudjunk neki adni. De mondom, nem a grafika itt a lényeg most első körbe, hanem az, hogy ezeket az osztályokat hogyan valósítjuk meg. Pillanat türelmet. Kocsi. Ez lesz igazából a lényeg, hogy ezeket az osztályokat hogyan valósítjuk meg, és akkor persze lesz erről ablakról is, ott akkor egy picit mélyebben belemegyünk a grafikába, megnézzük, hogy ez a gráflib névtér hogyan is épül fel, hogyan is néz ki. Jó? Itt ebbe a bevezetőbe ennél bonyolultabb grafikát ne várjatok. Jó, tehát tényleg csak ilyen nagyon egyszerű alakzatokat fogunk, ami talán itt a legnagyobb bonyolultságot fogja okozni, az ez a Next gomb, hogy ez hogyan működik. Mondom, erről egy kicsit mélyebben majd akkor lesz szó, amikor odaérünk, és akkor ezeket a callback-eket akkor fogjuk átbeszélni. Ugye itt nyilván a program vár valamire, és akkor, hogy mi történjen, hogyha megnyomjuk ilyesmi, ezt majd akkor fogjuk átbeszélni, itt a felvezetésnek a vége fele. Jó? Mondom, de egy tényleg első körben arra gondoljatok, és az lesz előtérbe, hogy ezeket az osztályokat hogyan implementáljuk, hogyan készítsük el, és hogy tulajdonképpen ez az osztály hierarchia hogyan is épüljön fel. Tehát ami itt lényeges, magukról az osztályokról itt ilyen bevezető szinten nem lesz szó, tehát az, hogy mi az osztály, mi az, hogy privát, mi az, hogy példányosítás. Ugye haladó C++-ban vagyunk, az, hogy mi az osztály, ez meg egy bevezető szint. A bevezető, tehát az egyetemi képzés bevezetés a programozásba tájnak a része az, hogy ezeket ilyen alapszinten elmondjuk, hogy mi az az osztály, hogyan kell példányosítani, mi az az objektum. Nyilván ezt egy hét alatt letudjuk, nincs ebbe semmi bonyolult. Az már egy haladó szint, hogy
hogy ez az osztályhierarchiák hogy vannak, a kiterjesztés, az öröklődés, a különböző láthatósági szintek, ezeket fogjuk most átbeszélni, illetve az, hogy milyen design megfontolások vannak a mögött, hogy így készítjük el ezeket a grafikus osztályokat, ahogy el vannak készítve. Oké. És akkor nyilván ezen felül, ha végeztünk ezekkel a grafikus osztályokkal, szépen megyünk tovább a haladó dolgok fele. Lesz egy-két dolog, ami ismétlés így a BevProg és a Prog 1 után, de érdemes azokat is átbeszélgetni, picit új megvilágításba helyezni, és ha ez megvan, akkor szépen megyünk tovább. Ugye a template osztályok, erről is volt szó Prog 1-en, de nyilván egy kicsit pár példával illusztrálva átbeszéljük. És akkor majd a vége fele eljutunk addig, tényleg ilyen variadik templétek, meg ott már a metaprogramming fele, és tulajdonképpen ez a fő téma, ez erre lesz kiegyezve, tehát az abstrakció, a generikus programozás és a kettőnek a kapcsolata tulajdonképpen, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni gyakorlati példákon szemléltetve. Jó. Rendben van. Én mára ennyit gondoltam, tényleg csak fölvillantva azt, és még egyszer fölvillantva, hogy mi is kéne, hogy a végeredménye legyen ennek a kis felvezető résznek. Az elkezdendő alkalmakkor ezeket fogjuk implementálni, ezeket fogjuk megnézni, hogy hogyan vannak elkészítve. De tulajdonképpen megadjuk azokat a forrás fájlokat, amiket itt is láttok. Ja, bocsánat, visszaadjuk a vezérlést. Tehát, hogy ezeket fogjuk megadni szépen implementációban. Oké. Na, én már akkor tulajdonképpen ennyit gondoltam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.